Akkor a reggeltől kezdve érkeztek az autósok a Szent Vendel utcába, a parkolási csoporthoz egymás után jöttek a fehérváriak, hogy megváltsák idei parkolóbérletüket. Véget ért az igazgatási szünet, január 9-től ismét üzemel a személyes ügyfélfogadás is a parkolási csoportnál. A megszokott nyitvatartási rendben várják a fehérváriakat. Az január 9-től újra a megszokott nyitvatartási rendben, reggel 8 órától fél 4-ig hétfőn, kedden és csütörtökön, szerdán egy hosszabbított nyitvatartással, 8-tól 6 óráig várjuk az ügyfeleket, illetve pénteken 8-tól 1 óráig. Ugyanakkor a január végéig érvényes parkolóbérleteket online módon is meg lehet hosszabbítani, és újakat is lehet interneten keresztül vásárolni a székesfehérvár.hu per parkolás oldalon. Ugyan itt lehetőség van az NFC parkolókártyák feltörtésére, a parkolási díjak befizetésére, sőt még az NFC kártyával indított parkolás befejezésére is. A parkolási csoport munkatársai azt kérik, aki teheti, ezt a kényelmesebb opciót válassza. Egyrészt ugye megkönnyíti a bérletkiváltásnak a menetét, oly szempontból, hogy a kedves ügyfélnek nem szükséges befáradnia. Itt ugye a sorbanállásnak a kellemetlenségeit meg tudja spórolni, illetve azt, hogy egy 5-10 perces ügymenettel bármilyen informatikai eszközön keresztül bérletkiváltását el tudja intézni, ahelyett, hogy hosszabb időintervallumot fordítana erre személyesen. Az új évben egyébként átlagosan 10%-kal emelkedtek az árak Fehérváron, illetve 2023-ban megnőtt a fizetős zónák száma is a városban. Megszűnt a vasútállomásnál az ingyenes félórás parkolás, és fizetni kell már a Széchenyi út több szakaszán is, az Uszodánál, a Berényi úton, a Mikeskelemen utcában, a Vörösmarty téren, valamint a Lövölde utcában is. A változásokról mindenki bővebb információt talál a város honlapján.